Dr. Nagy Marianna a Szövetségben Együtt Magyarországért párt elnöke a sajtótájékoztató elején elmondta, idén lett hivatalosan is bejegyezve pártjuk. Amikor a jelöltjeket felkértem, akkor én nagyon tudatosan igyekeztem mindenféle nőt felkérni, hogy legyen a csapatban. Szingli egyetemista, legyen boldog családanya, több gyerekes családanya, elvált családanya, és sajnos, hát társadalmi jelenség, hogy legyenek bántalmazott nők is, de legyenek fogyatékos nők, roma nők is, özvegyasszonyok. Magyarán, hogy a mi induló csapatunk magyar társadalmat bemutassa, és bemutassuk általuk azokat a problémákat, amivel Magyarországon a hétköznapi kisemberek szembesülnek, de a politika nem hajlandó tudomást venni rólunk. A párt országgyűlési képviselőjelöltje körzetünkben Filus Györgyi, aki fodrászként dolgozik, két gyermek édesanyja. A nők, akiknek elraboltak a gyermekeit, mozgalom tagjaként fő célkitűzésem volt kiállni a nők és gyermekek jogaiért. Mint az elnökasszony elmondta, egyetlen nőjelöltje vagyok a kerületnek, és azt szeretném elérni, hogy a parlamentbe bejutásom esetén egy üde színfoltot jelentenék, és legfőbb célom ott is a gyermekek és a nők jogainak megvédése. Hangsúlyozta, ha változást akarunk elérni a világban, a gyermekekkel kell kezdenünk. A sajtótájékoztató végén elmondta, megválasztása esetén rövidített eljárásokat, az elhúzódó elhelyezési perek radikális lerövidítését, a nők munkavállalásának elősegítését és a fiatalok tanulásának kiemelt finanszírozását szeretné elérni.